Szeretettel köszöntöm Önöket a Budavári Önkormányzat nevében. Ez egy nagyon különleges pillanat, amikor Román Ditát és Tejéveli Zoltán köszönhetjük. A gyerekekkel majd megbarátkozunk, reméljük a hosszú koncertsorozat alatt. Nagyon jó szórakozást szeretettel megkívánni. Köszönjük szépen! Nem is tudom, hogy inkább zenéjünk, vagy meséljek-e valamit a zenéről, vagy darabokról, vagy egyáltalán erről az egészről. Na most nagyon egyrészt megszeretjük ezt a helyet, meg ez a hangszer annyira különleges, hogy azt gondoltam, hogy egy pár szót mindenképpen erről is mesélnénk, vagy legfőképpen a zongoraművész úr beszélne róla. Én annyit akartam megosztani elsősorban a C-dur szonátáról, ami az első lesz most, hogy Beethoven eredetileg ezt úgy hívta, hogy szabad szonáta, és ezt mindenkire rábízom, hogy ezt hogyan értelmezi. Egyrészt, ahogy elindul majd a zene, az nagyon kialakulatlannak tűnik. Egyedül a cselló, és aztán rá válaszol a zongora, és beszélgetünk egymással. Ugyanakkor, hogyha nagyon elkezdjük elemezni, akkor minden hangja tökéletesen meg van szerkesztve. Szóval egyrészt van benne egy ilyen szabadosság, vagy szabadság, és útkeresés, másrészt pedig nagyon izgalmas konstrukció, meg hogyha valaki el akar benne mélyülni, akkor majd szívesen elbeszélgetek vele. Ami különleges, ez a fortepiano. Feltenni a kezét, aki már hallott fortepianót élőben? Van. De ez azért egy olyan nagyjából 5%-ra satszolom, vagy 10%. Akkor szerintem nem baj, hogyha egy kicsit mesélsz róla, hogy ez micsoda. Jó, most én is sajnos úgy vagyok a témában, tehát nekem az első alkalom, hogy egy ilyen hangszerrel játszhatok, és nem fogok tudni hangszertechnikai értelemben túl sok okosságot mondani, de mindenképpen a hangzásról az érdemes egy-két szót mondani. Ugye egy már így, ahogy rápillantunk is, látszik, hogy egy nagy Stanwaynél, egy nagy koncertzongoránál filigrán hangszerről van szó. Sokkal karcsúbb a hangzása, sokkal jobban illik egy ilyenfajta intim környezetben, mint nagy koncerttermekben, és egy tulajdonképpen egy beszédesebb és áttetszőbb hangzás érhető el rajta, nem is beszélve arról, hogy ez a sok pedál, amit a rendelkezésre áll, ez mindenféle ügyességet tud művelni ott bent a húroknál, tehát többféle mód nyílik arra, hogy a hangzást megváltoztassuk. És tulajdonképpen majd, hogy nem modernebbnek tűnhet bizonyos értelemben a hangzáskép, amit kapunk. Sokszor csak arra mutatok egy ilyen nagyon extrém esetet, hogy az egész ilyen zenélő dobot szerint. Mutass valamit, ami meg nem ilyen, amikor nincs pedál. És azért jelentékeny, de mégis engedi a kamarapartner, vonós kamarapartnereket is érvényesülni, anélkül, hogy nekem túlságosan vigyáznom kéne, és te hangerőből nagyjából ennyiben tudnám. És talán az a legfontosabb számomra, hogy Beethoven egy ilyesmi hangszerre írta a zongoraszólamot, a cellót is valószínűleg ilyesmire. Szóval most először a C-dur szonátát hallhassuk meg. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hogy a humor az felfedezhető volt a zenében, hangosan fel lehet nevetni, aki úgy érzi, az ne folytsa vissza. Ugyanis biztos vagyok benne, hogy Beethoven ezt humornak szánta, habár megtudtam azt, hogy ezt az utolsó tételt, ezt a vicceset eredetileg fúgának akarta írni, aminél komolyabb nincsen tulajdonképpen. De ahogy majd a következő szonátában meghallhatjuk, ott tényleg írt egy fúgát, és arról beszélgettünk, hogy vajon ez inkább nehézkes és komoly, inkább Bach felé tekintő fúga, vagy pedig hát így sikerült fúga, hogy megpróbált egy fúgát írni. Vagy így sikerült fúga, és még nevet is magán, hogy így sikerült. Igen, hogy csavarok jönnek be a képbe. Itt is arról van szó, hogy kötöttség vagy szabadság. Nagyon különböző ez a két utolsó szonáta. Ezeket, hát most nem kezdek el egy ilyen zenetörténeti előadásba, de hogyha valakit érdekel, akkor úgyis utána tud nézni. De ami számunkra talán most érdekes lehet, a kettőt egymás után meghallgatva, hogy mennyire más milyenek. Ugye egy kicsit bizonytalanul elindult ez az előző darab, és úgy kereste az útját, de hát ez a másik, ez pont az ellentetje lesz. Belecsapunk majd a levesbe. És erről vitatkoztunk, hogy tényleg igaz-e, hogy ilyen dobszerű motivumok vannak benne, vagy ez csak egyfajta ilyen zenetörténeti észrevétel, hogy minthogyha az ezelőtt komponált ilyen ünnepi nyitány is meghallható lenne ebben a darabban, ami biztos, hogy három tételes, és ez azért fontos, mert az előzőben én ezt nem tudom kijelenteni, pontosan hány tételről van szó, mert ahogy hallhattuk, így még nem vagyunk benne biztosak, hogy az előző tételben tartunk, vagy már a következő. Itt biztos, hogy három van. Van ez az első, ez a határozottabb, ám de kontrasztokkal terül első tétel. És a második az én kedvencem, ha szabad ilyet mondani. Itt a késői korszakra jellemző nagyon nagy mélység van, amit úgy próbál ő üzenni számunkra, hogyha meg akarjuk fejteni a kottát, hogy azt jelenti, hogy adagio con molto sentimento d'affetto. Itt ül egy olasz hölgy, és kijavíthat, hogyha can you tell us what this exactly means? Adagio con molto sentimento d'affetto. Is slowly but with affection feeling. Szóval az az érzésem, hogy így nagyon azt akarja mondani, hogy valami itt nagyon van. Az biztos. He really means something. Yeah, something. There is something. Szóval ezt le is írt a Beethoven, hogy csak annyit ír, hogy andante vagy adagio, akkor az még kevés lesz. És a hangok, esetleg mutassuk meg, hogy mi lenne, ha nem érne oda, és csak úgy elkezdjük, és minthogyha csak úgy látnánk. Egy ilyen népének, vagy korál, hogyha pláne nincsen dinamika, akkor szerintem inkább erőteljesebben játszaná az ember, de odaírja, hogy mezza voce, az pedig azt jelent, valami olyasmit jelent, hogy középhangol, az is gyanús, mert nem azt írja, hogy halkan, nem azt írja, hogy hangosan, hanem valami szokatlan. És ez még csak a tétel eleje, de majd meg fogják hallani, hogy a végére már olyasmi stratoszférikus magasságokban leszünk lelkileg. Nyugodtan be lehet csukni a szemeket. You can close your eyes in this moment. I recommend. Mert akkor jobban tudunk fülelni és befelé hallgatni. És hogy lehet ebből kijelni a stratoszférikus magasságokból? Hát egy fúgával. És ott fogjuk meghallani. És az nagyon viccesen fog kezdődni, de egyre dühösebb lesz, olyan, mintha elege lenne ebből az egészből. És aztán
mégis megtalálja a kiutat egy új témával. Annyit akartam még elmesélni, nekem fontos az, hogy el tudjam képzelni azt, hogy ezt 200 évvel ezelőtt hogyan írták meg, milyen hangszerekre és milyen környezetben szólalhatott ez meg. Az biztos, hogy keveset hallották akkoriban, a 19. század közepén, mert akkor is furcsa zene volt. Ma is valaki csodálkozik, ha ezeket hallja. Nem kell megijedni, hogyha kicsit bizonytalanul ülnek a székben. Ez volt a célja a szerzőnek, én biztos vagyok benne. És akinek írta, minden bizonnyal egy olyan csellista volt, aki jól tudott csellozni. Thank you.
Thank you.
5 csávó szonátát írt, és ebben a sorozatban az összeset meghallgathatják, de hogy kedvet csináljunk, még egy tétel két eljátszunk az áldó szonátából, ami talán a leghíresebb az összes közül. Hát, hogy méltán-e, azt majd eljöttük önök is, de szerintem ez nem arról szól, hogy melyik a jobb, nagyon más, de ez az első olyan cselló szonátánk, ami valójában szolisztikus hangszerként használja a csellót, és mindjárt ki fog terülni, hogy miért van így. Tehát az A-dur szonátának az utolsó tételét. Thank you.
listának is maradjon valami. A következő koncert a sorozatban november 8-án lesz, ugyanitt, ugyanekkor, tehát 11 órakor, szerintem hangulatos ez a délelőtti koncert, nem? Lehet ebédelni utána, aki kedvet kapott. És Berec Misi lesz a partnerem akkor, aki egyébként nem először fog már fortepianon játszani, és reméljük, hogy az a... Meg jobban fog menni, hogy ezt nem utoljára játszottál, az biztos, egészen biztos. Ő nem először fog. És nem tudom, hogy még van-e valami tudnivaló. Igen, tehát november 8-án is, és akkor az első két szonátát fogjuk játszani, hogyha valami készülni akar, mi lesz. És decemberben pedig Nagy Péter lesz a partnerem, aki egy szonátát is fog játszani, egy zongora szonátát egyedül is. Az izgalmas lesz. Köszönjük szépen! Köszönjük!